a Gizella királyné meg félt attól, nehogy szélütést kapjon. Úgyhogy ezért itt ezen az állomáson mutatjuk majd be őket. Már gőzerővel folyik a készülődés a székesfehérvári királyi napokra, amelyet idén augusztus 12-e és 21-e között rendeznek meg. A ráhangolódást a Királyok a belvárosban program sorozat segíti, amelynek keretében az érdeklődők, a hagyományőrzők és a Szubróza régi zenei együttes kíséretével Szabó Miklós Bencétől tudhatták meg, milyen programok várják az idei rendezvénysorozaton. Ettől a szombattól, augusztus 6-áig minden szombaton 17 órakor kihozzuk a Vörösmarty Színház elé az óriásbábokat. Természetesen a 21 tagból álló óriásbáb családból mindig más fog megjelenni. A célunk ezzel az, hogy beharangozzuk az augusztus 12-én kezdődő székesfehérvári királynapokat, valamint az, hogy közben bemutassuk az óriásbábjainkat, rajtuk keresztül pedig azokat az árpádházi uralkodóinkat és családtagjainkat, akikkel érdemes foglalkozik, érdemes megtudni róluk nagyon sok mindent, azt is, hogy mivel kötődnek, milyen szálakkal kötődnek Székesfehérvárhoz. Ezen a szombaton az erős szél miatt az óriásbábok nem vonultak fel a megszokott útvonalon, a hagyományok tisztelői a Vörösmarty Színház előtt kaptak történelmi visszatekintést a Magyar Királyság hajnalán betöltött szerepükről. Az első alkalommal a Szent Család fog felvonulni, vagyis hát nem felvonulni, mivel óriási a szél, úgyhogy nem fognak most vonulni az óriásbábok, itt várnak minden érdeklődőt a színház előtt, de mindenkit ide fogunk hozni, minden érdeklődőt akár a Városháztérről is. Tehát akik most itt láthatóak a Vörösmarty Színház előtt, első Géza, Szent István, Szent Imre és Gizella. A résztvevők nagy száma által ismét megerősítést nyert, hogy Székesfehérvár a királyok városa, a magyarság bölcsője, és ezt méltó módon közvetíti idén is, Szent István ünnepére készülve.